Tulajdonképpen azt gondolom, hogy az átigazolási része a keret építésnek ez lezárult, bár azt nem mondom, hogy ebbe a augusztus 31-ig tartó időszakban nem igazolunk, mert előfordult bármilyen olyan esemény, ami ezen változtat. Inkább most azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudjuk a szabaddá vált játékosokat pénzét tenni, vagy valamiféle bevételhez jutni belőlük. Hát most még a nemzetközi piac az még tényleg azt mondom, hogy nem nagyon mozgolódik, pont amiatt, hogy a legtöbb országban augusztus 31-ig lehet igazolni. Addig majd el fog telni egy pár forduló, látni fogják a csapatok, akiknek nem sikerül a rajt, hogy esetleg még erősíteni kell, akkor én azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel fogunk majd ebbe az ügybe is mozdulni. A keretnek azt gondolom, hogy a kerethez érkező három játékos az mondjuk 10%-át sem teszi ki a keret létszámának, tehát egy viszonylagos állandó kerettel tudott nekivágni a felkészülésnek Csertő Aurél. NB1-es csapatunk ezen a nyáron kizárólag nemzetközi mérkőzéseket játszott. Egy szabadon igazolható játékosokból álló gárdát leszámítva, második és első ligás együttesek ellen lépett pályára az Eto, amely az első három hétben az osztrák csapatokkal x-elt, a szlovákokat legyőzte, az utolsó két mérkőzését viszont elveszítette. A szurkolók közül sokan csalódottan távoztak a szlován elleni meccsről, ők azt mondták, hogy többet várnak az Etótól. Tény, választhatott volna nyilván marketing szempontból ellenfelet magának a zöldfehér együttes, amely ellen akár simán is nyerhettünk volna. Csertő Aurél viszont úgy döntött, hogy a BL főtáblára igyekvő, jó formában lévő pozsonyiak ellen küldi pályára a terhelés alatt lévő Etót. A felkészülési meccsekkel, illetve a felkészüléssel kapcsolatos koncepciót azt mindig a vezetőedző állítja össze. Volt akinek ilyen, volt akinek olyan koncepciótok, mi ehhez igazodtunk. Tehát ez úgy zajlik egyébként, hogy amikor most is véget ért a tavaszi szezon, akkor összerakta a vezetőedző a nyári felkészülési programot, ott megjelölte, hogy mikor szeretne edzőmérkőzéseket játszani, és ezeken a mérkőzéseken milyen erősségű ellenfeleket kér. Soha nem ígértük azt senkinek, hogy a felkészülési mérkőzéseken mindenkit meg fogunk verni. Azt gondolom, hogy ez két igen erős csapat volt, az egyik ugye a Bajnokok Ligája főpróbáját tartotta itt múlt szerdán, a másik csapat pedig egy orosz élvonalbeli csapat volt, ki lehet kapni ezektől a csapatoktól. Itt a lényeg az, hogy levonja az ember a tanulságokat ezekből vereségekből, vagy sem. Én azt gondolom, hogy Csertő Aurélnak inkább az a koncepciója a mérkőzésekkel összefüggésben, hogy szeretné látni, hogy hol tart a csapat a felkészülésben. Ez mind a két mérkőzés tökéletesen megfeltenne. Visszatérve a szlován elleni meccsre, itt az eto.hu-n is láthatták Miklós Béla nyilatkozatát, aki a pozsonyi klub alelnöke, korosztályos válogatott fia viszont itt játszik az Eto-ban. 7 éve itt futballozik, úgyhogy a szülei, amikor kisebb voltak, a nap mint nap hozták edzésre, most már azért maga is megoldja ezt a kérdést. Előbb volt a Viktor a mi játékosunk, és szépen látható az ő fejlődése, mint hogy most azért, mert az édesapja az alelnök lett, az most indokolta volna azt, hogy oda vigye a klubhoz. Én azt gondolom, ez egy egészséges dolog, itt is figyelemmel tudja kísérni a fiának a fejlődését, arról nem is beszélve, hogy fél Európát bejárták, elsőben Nyugat-Európát a Viktorék, és nagyon sok futballkultúrának a életébe kóstoltak bele. A végkövetkeztetés mégis az volt, hogy jó helyen van itt a gyerek, én is ezt gondolom. Ahogy tavasszal, most nyáron is három fiatal játékos került fel az első csapathoz az utánpótlásból. Emellett a Fehér Miklós Akadémia idén megkapta a legjobb Elit Akadémia kitüntető címet. Hogy ennek milyen üzenete van? Erre is rákérdeztem Klement Tibornál. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon a mi utunkat megerősítő előadást hallottunk a futball napján, amikor a Spanyol Labdarúgó Szövetség utánpótlás edzője és igazgatója Fernando Hierro járt itt, és mondta el, hogy hogyan is építkeznek ők. Tehát ott megfordították a dolgokat, eddig mindig az volt, hogy egy klubba a felnőtt csapat játszik egy játékrendszert, egy játékstílus, és azt kell követni az utánpótlásnak. És ők fordítottak ezen, amiket gyakoroltatnak, amiket csinálnak az utánpótlás csapatok, tulajdonképpen azt játsza a felnőtt csapat is válogatott szinten, és azt gondolom, hogy ez egy jó visszaigazolása volt annak, hogy amit Bóth József itt elindított,
alapokat lerakott és elindított, kidolgozott, az éppen ezt a fajta filozófiát erősíti. Azt gondolom, hogy szépen lassan kezdenek azok a játékosok, akiket 3 meg 4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy majd oda fognak érni, és a szurkolók, főleg a türelmetlenebb része mindig mondta, hogy persze ez csak üres ígéret, meg szólam. Én azt gondolom, hogy fél év alatt 6 olyan játékos került fel az utánpótlásból, akik ennek a akadémiai rendszernek a képzésén keresztül jutottak el odáig, hogy a felnőtt csapatnál dolgoznak, és igazából bízom benne, hogy a felnőtt csapatban lehetőséget is kapnak majd. Ha eredmény célkitűzést nézünk, akkor változatlan példa az NB2-nek az, hogy elsősorban legyen az utánpótlásnak a versenyeztetésének a legfőbb helyszíne, szintere. Másodszorban nyilván maradjon továbbra is NB2-es. Ennek megfelelően szűkítettük az első csapatnak a játékos keretet, hogy minél kevesebb visszajátszó legyen az NB2-be, és valóban a saját nevelésű játékosok játszanak ott. Az első csapat részére, mint azt korábban is nyilatkoztam már, a nemzetközi kupa szereplés elérése, a többi csapatnak pedig folyamatosan a képzés és versenyeztetés kettőse kell, hogy áthassa a utánpótlás csapatok munkáját. Végezetül egy aktuális téma, a tévéközvetítés. Hétfőn dőlt el, hogy vasárnap 16 órakor lesz a Kispest-Győri-Eto meccs. Mit szólt ez a klubvezetés, amikor megtudta, hogy mi a döntés? Mi aláírtunk egy szerződést a televízióval, ahol tudomásul vettük azt, hogy ilyen változtatások lehetnek. Persze nem kellemes érzés mondjuk esti órákból átmenni egy kora délutáni órákba, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból a Honvédnak ugyanakkor kell játszani, mint nekünk, gondolom. És én nem csak innen közelítem meg, hogy ez kellemetlenségekkel jár szurkolónak és nekünk is, hanem onnan megközelítem, hogy amikor egy jelentős összeg érkezik a tévéközvetítések miatt a számlánkra, akkor nem tiltakozunk. Akkor azt gondolom, hogy ez egy minimum elvárható partneri viszony, hogy amikor a tévé helyzetben van, hiszen nem a tévé saját magát hozta ilyen helyzetben, hanem a nemzetközi kupa szereplő kérésére halasztották el a meccsüket, és az ő helyükre kerültünk mi be, akkor ezt partneri hozzáállással kezeljük mi is.